Több mint 300 milliós árbevétel, több százezer forgalmazó és 32 országra kiterjedő jelenlét, amely folyamatosan növekszik. 2012-ben pedig a top 100 globális közvetlen értékesítő vállalat sorában már a 66. helyen áll, s mindez csupán 5 év alatt érte el. Mi lehet a titok nyitja, a jövőkép? A küldetés, a vezetőség? Tudja meg abból, amit most elárulunk a vállalatról, mely életeket változtat meg azáltal, hogy a földkincseit hozza el az embereknek. Ez a vállalat az Organo Gold. A céget 5 dolgozó alapította Brit-Kolumbiában 2008-ban, de az Organo Gold már is fontos örökséggel rendelkezik, melyben újraírta a sikeres hálózati marketing vállalat szabályait. Maroknyi tulajdonossal és működtetővel a cég már is globális lábnyomot hagyott az iparban. A Bernardo Chua által alapított Organo Gold az a cég, amely világszerte elhozza az embereknek a ganodermát, melyet évezredek óta a gyógynövények királyának tartanak. A ganodermát a régi időkben Kínában kizárólag a királynak és a királyi családnak tartották fenn. Azt tűztük ki célunknak, hogy ezt a különleges gyógynövényt minden ember számára hozzáférhetővé tegyük. Azután az az ötletünk támad, hogy újszerű módon adjuk át az embereknek, méghozzá a kávéban. Ganodermával átitatott kávé. Egyszerű, de zseniális ötlet. Masterfokozatú forgalmazó és társalapító Shane Moran. Az ötlet zsenialitása abban rejlik, hogy Bernie kitalálta, hogyan tehető ez a csodálatos gyógynövény kávéba, tejába, forró csokoládéba, mokkába. Kitalálta, hogyan fogyaszthatnák ezt a növényt, anélkül, hogy külön gondolniuk kéne rá. Egyszerűen csak megisszák. Minden áldott nap, többször is. Ez zseniális. Kávé. A világ egyik leggyakrabban fogyasztott itala, melyet csak a víz és a tea előz meg. A második legnagyobb mennyiségben forgalmazott áru az olaj után. Egy ital, melyet a világ minden kultúrájában fogyasztanak. Csak Észak-Amerikában 500 000 000 csésze fogy belőle naponta, és ez a szám növekszik. A nemzetközi értékesítés ügyvezető alelnöke, Holton Bugs. Elkezdtem a kávé és annak egyszerűsége köré felépíteni az üzleti elgondolásomat. Az ezt megelőző 18 évben hálózati marketinggel foglalkoztam, ezen belül olyan termékekkel, melyekre az embereknek szükségük volt. Ez eladói ügyességet és tehetséget igényel. És persze meggyőző erőt is. Ez az új elgondolás viszont egy olyan termék köré épült, amit az emberek akarnak. Arra jöttem rá, hogy az emberek nem olyasmire költik a pénzüket, amire szükségük van, hanem olyasmire, amit akarnak. A világon mindenütt az emberek a kedvenc kávémárkájukkal ébrednek, és a mi célunk most az, hogy ez a márka az Organo Gold legyen. A szerény kezdetektől kezdve világszerte ismerté váltak, méghozzá gyorsan. A cég hamarosan 5, majd 9, majd 13 országra terjesztette ki működését, míg ma már 32 országban vannak jelen világszerte. Már testápoló termékek és bizonyítottan gyógyhatású készítmények is gazdagítják a kínálatot. Az értékesítés a havi 1 millióról már a napi 1 milliónál is többre nőtt. A bensőséges, kávés, jazzzenés összejövetelek néhány százfős találkozókká, majd néhány ezer, sőt több tízezer fős eseményekké nőttek, melyek országszerte nagy sportarénákat töltenek meg. Az Organo Gold ma már hírességeket és vezetőket is maga mellé állított a világ minden táján, köztük a világhírű profi golfozót Greg Normand, a nagy fehér cápát. A sikeres vállalkozó úgy döntött, hogy csatlakozik az Organo Goldhoz, hogy ő is részese lehessen a globális sikertörténetnek. De ez még csak a kezdet. Ez csodálatos, mert minden nyelvben és minden kultúrában mindenki tudja, hogy mi a kávé. Mindenki iszik kávét vagy teát legalább időnként. Tehát még ha nem is ugyanazt a nyelvet beszélik, és azt mondom kávé, akkor pontosan tudják, miről beszélek. A kávé messze az egyik legnagyobb iparág a világon. Bárhová mész, az emberek kávéznak. Lépj be egy szállodába, minden hotelszobában van kávéautomata vagy kávétermék minták. Vagy vegyük az éttermeket. Betérsz egy étterembe, mielőtt rendelnél, már ott vannak a csészék az asztalokon. Mert arra számítanak, hogy úgy is kérsz majd. Minden háztartásban, amit ismerek, van valamilyen kávéfőző készülék. Egyeseknek még időzítős, ébresztőórás kávéfőzőjük is van. Tehát a kávéipar, mint olyan, egyetemes. Nem kell magyarázni sehol a világon. Mindenki érti. Ez egy nagyon nagy iparág.
És nem csak nagy, hanem jól is működik. Napjainkban emberek milliói élvezik az Organogold kávéit és teáit ebben a percben is. És az új Coffee Connoisseur Club kiskereskedelmi programnak köszönhetően a forgalmazó a 24 órás non-stop kiszolgálás kényelmét és luxusát is biztosítják. Több százezer önhöz hasonló ember létrehozott egy nagyszerű, nyereséges, szórakoztató, izgalmas és egyszerű otthonról működtethető üzletet. Több százan közülük már azt az életstílust élvezik, amit csak VIP életstílusnak nevezünk. Valahányszor meglát egy képet Organogold forgalmazókról, ők mindig így tartják a kezüket, és a legtöbben azt hiszik, ez annyit tesz, hogy ők az elsők. Mi csak azt üzenjük ezzel, hogy minden országban, ahol jelen vagyunk, a piac 1%-át akarjuk. Alig várom, hogy hamarosan megtehessem azt, hogy két újat mutatok fel, ami azt jelenti majd, megvan az 1%, és rövidesen meg lesz a második százalék is. Mindez csak most kezdődik, és mi készen állunk. Készül új multimillió dolláros vállalati központunk, állnak a korszerű disztribúciós létesítmények, és világszínvonalú képzést és mentorálást honosítottunk meg. Ezzel biztosítjuk a szinteret a következő milliárd dolláros márkanévhez. Hatalmas öröm számomra látni, hogy az OG családunk megváltoztatja az emberek életét, mind fizikailag, mind anyagilag. Tudod, a siker ezer arc, amely az Organogoldnál megjelenik, páratlan. Az egyik legjobban kereső közülünk egy José Ardon nevű kolléga, aki csak 4 évet járt iskolába. Korábban légkondicionálókat szerelt, nagyon-nagyon alacsony bérért. Számos Diamond fokozatú forgalmazón korábban házvezető nő volt. Maria Nava az egyik, Chicagóban él. Nem ismert sok embert, nem voltak összeköttetései, kirúgták a házvezetőnői állásából, belépett a cégünkhöz, és Diamond fokozatot szerzett. Aztán itt van Nidia, aki New Yorkból jött, 4 gyerekes anyuka. Nem csak ő lett Diamond fokozatú, de az egyik fia is nem sokára az lesz, ugyanígy a másik fia is. És van egy lánya, aki Emerald fokozatú, és Diamond fokozatot akar szerezni. Rengeteg különböző ember, taxisofőrtől a profi sportolóig, mindenféle háttérrel. Rod Smith, aki 2-szeres szuperkupa bajnok, Diamond fokozatú forgalmazónk. Ezeknek az embereknek azért vonzó a cégünk, mert a történetek a világ minden tájáról nagyban erősítik az Organogold márkát. A legbüszkébb akkor vagyok, amikor jönnek az emberek és megköszönik, hogy megváltoztattam az életüket. Akár fizikai, akár pénzügyi változásokról van szó, amíg ez jó irányú változást jelent az életükben, addig én erre vagyok a legbüszkébb. Siker, növekedés és profit, de még ennél is több. Az Organogold létrehozott egyfajta kulturális közösséget, ami a kevésbé szerencséseket kívánja felkarolni az OG Cares alapítványon keresztül. Azért hoztuk létre ezt az alapítványt, hogy támogatásunkkal a holnap vezetőinek képzésére összpontosítva segítsük a gyermekek életét gazdagabbá tenni világszerte. Az a célunk, hogy biztosítsuk a nekik szükséges forrásokat és eszközöket ahhoz, hogy pozitív irányba változzon az életük. Ez személyes reményem. Ez nem egy helyi projekt, nem egy városi, állami, tartományi vagy akár országos projekt. Ez a projekt az egész világra kiterjed. Mert a világ minden országában vannak gyerekek, akiknek szüksége van ránk, és az Organogold forgalmazóira, hogy hozzájáruljanak a jövőjükhöz. Mert a célunk, hogy a legfontosabb vállalattá váljunk, és nem csupán a leggazdagabb hálózati marketing vállalattá. Rendkívüli növekedés, hihetetlen termékek, hatalmas siker, megváltozott életek és közösségi érzés. És egy olyan vezetőség, amely bármely mástól eltérően a lojalitás, az egység és fejlődés alapjaira épül. Erről szól az Organogold. Kortyolgassa, próbálja ki és terjessze. Próbálja ki finom kávéinkat, teáinkat és egyéb termékeinket. Ismerje meg az életeket megváltoztató üzleti lehetőségeinket. Csatlakozzon a hasonlóan gondolkodó emberekhez, akik szívükön viselik küldetésünket. Lépjen és legyen részese az Organogold családnak, ahogy elkezdjük a következő fejezetet. Organogold. A földkincseit hozzuk el az embereknek. Váljon részévé az Organogold következő fejezetének, és keresse fel azt az embert, akitől ezt a DVD-t kapta. Tegye meg most!